vagy a csapszékasztal mellett otthon. Vagy a csapszékasztal mellett. Ti is érte az Isten. Egyet. Te is se hazajönni, jön. Ez ma megint szó. Becsukott templomba. Csendre. Részlete a Beregszászi Színház darabjából, amit hétfőn és kedden mutattak be a Pécsi Harmadik Színházban. A társulat az orosz-ukrán háború kitörésekor kapott meghívást Magyarországra, egykori alapító igazgatójuktól, Vidnyánszky Attilától. Így már hónapok óta hazánkban élnek és meghívásoknak tesznek eleget. Így hozták el a Baranyai megyeszékhelyre Petőfi Sándor művét, a helység kalapácsát, amit természetesen aktualizáltak, így a háborús konfliktus, a megmaradásért vívott küzdelem is megjelenik. Vagyis ez még a helység kalapácsa? Kérdeztük az ifjabb Vidnyánszkyt. Ha szabad úgy fogalmazni, ez nem a helység kalapácsa, ez a Beregszászi Színház róla egy előadás, aminek az alapanyaga a helység kalapácsa. Nagyon nehéz arról beszélni, hogy pontosan milyen helyzetben van most a színház. Érdemes arról beszélni, hogy az elmúlt, most már több mint 25 éve mindig milyen helyzetben van a színház. Én 28 éves vagyok, azt hiszem a színház 28 éves pont, tehát én együtt nőttem a színházzal föl. Ezért is én régen dolgoztam a beregszásziakkal, egy olyan 10 éve, ezért nekem ez egy abszolút egy ünnep és egy különleges élmény. Így a kettő együtt, hogy ilyen helyzetben születik egy előadás, és hogy én valahogy így visszacsöppentem, és valahogy megtiszteltek azzal, hogy úgy kezeltek, mintha nem telt volna el 10 év, ez egészen megható. Ezt az előadást, ami ma volt, ezt nem lehet jobban összefoglalni, mint valahogy a színház ünnepének lehet nevezni, mert a Beregszászi Színház mindig játszik, mindig él, mindig dolgozik, és bármi történjen a világban, mennek előre. És ez annyi hitet ad az embernek, és nekem is így visszatekintve, látva ezeket a visszaidézéseket, hogy miken mentek keresztül, ez valami megrendítő. A szemérmetes Erzsókot alakító Gál Natáliát arról kérdeztük, hogy érezte magát ebben a szerepben, ebben a különös darabban. Elkezdtük a darabot, ez egy rendezői koncepció az, hogy talán egy kicsit más, mint egy klasszikus színpadra vitele magának a Petőfi műnek, ám tudni kell azt, hogy soha nem lehet kizárni azokat a dolgokat, amelyek úgymond a körülmények, vagy amelyek körbevesznek minket. Tehát mindenképpen hatnak ránk, művészekre is. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy a művészet az soha nem rombol, hanem a művészet az mindig épít, és a művészet az mindig híd ember és ember között, nemzet és nemzet között, vagy egy eszme, egy gondolat és maga az ember között. Nem tudtuk kihagyni azt, amilyen helyzetben vagyunk, ám azt gondolom, hogy mindenképpen átjött mindaz, amit Petőfi megírt, amit Petőfi ezzel mondani akart, és válaszolva a kérdésre, hogy hogyan éreztem magam ebben a szerepben, maga a munkafolyamat is nagyon jó volt, pozitív volt, szerintem mindenki nagyon élvezte, és élveztem a szerepet. Fontos minden meghívás, felkérés, amit Magyarországon kapnak, de bíznak abban, hogy hamarosan visszatérhetnek Kárpátaljára. Ma 3 hónapja annak, hogy a Beregszászi Színház társulata hadiállapot alatt és hadiállapot okozta körülmények között kell, hogy létezzen, dolgozzon. Mi azt valljuk, hogy egy színház addig él és addig működik, amíg előadást játszik, ezért minden törekvésünk arra irányul, hogy ezeket az előadásokat, akár a korábban felvállalt fesztivál előadásokat, vendégszerepléseket meg tudjuk valósítani, akár új előadások létrehozásával további vendégfelkéréseknek eleget tudjunk tenni. Minden erőfeszítésünk ezt szolgálja.
Nagyon nehéz megtalálni ezeket az utakat, ezeket a lehetőségeket, de azt gondolom, hogy ebben a társulatban annyi odaadás van a színházi szakma iránt, illetve a magyar közösség, a kárpátai magyar kulturál szolgálata iránt, hogy minden belső energiánk megvan ennek kivitelezéséhez. Nagyon nagy öröm látni számunkra azt, hogy a Kárpát-medencei magyar színházi élet, és nem csak a magyar színházi, hanem a kulturális élet hogyan fog össze egy emberként, hogy támogasson bennünket. Hiszen mi ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy nem segélyre, nem támogatásra várunk, hanem előadás felkérésre. Emellett a beregszászi székhelyünket mi átadtuk a kijevi színházi menekültek számára, így az épületünkben jelenleg ők kapnak harmadik hónapja átmeneti menekült szállást. Próbáljuk összehangolni a munkát a diállapot okozta nehézségekkel. Az elmúlt 3 hónapban ez sikerült, a nyarat már megterveztük, és bízunk abban, hogy a következő évadban, szeptembertől viszonylag rendezettebb körülmények között tudjuk folytatni a munkánkat otthon. Pécsről a harmadik színház igazgatója, Vince János az elsők között jelentkezett és hívta meg a társulatot fellépni a Baranyai megyeszékhelyre. Így került ez a különleges alkotás a teátrum színpadára. Szatmár! Oly rossz napon indultam el, első hó 13-án Beregszászból, amelyeket még idejutamban nem láttam. Hajam az égnek át, mikor ezeket a szerencsétlen...